tökéletlen emberek nem tudnak tökéletes házasságot kötni, nyilván, de tudom, hogy nem leszünk tökéletesek. Együtt leszünk tökéletlenek. Valójában egy hozzánk illő segítő társat keresünk, aki hasonló hozzánk. Nem ugyanolyan, nem a pont az ellenkezője, de mégis a segítő társam. Mondjuk ez az apa, fiú, anya, lány, az annyiban sikamos téma, hogy aki írta, az egyébként egy meleg bárból egy ERESZ csatornán menekült később el. Tehát, hogy kérdés, hogy egyébként neki mit jelentett a házasság fogalma, amikor leírta, ha egyébként ez volt a viszonya. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Mindig van tovább, a frisshírek.hu podcastje. Terveink szerint rendkívüli nem mindennapi élethelyzeteket fogunk bemutatni, valamint szakértőinkkel megpróbálunk megoldásokat találni azokra az élethelyzetekre és krízishelyzetekre, amelyek jelen pillanatban nagyon-nagyon sokunkat érintenek. Én Todorovics Rea vagyok. Vendégem pedig Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház lelkésze. Vele párkapcsolatokról, szeretetről, szerelemről és a válásról fogunk most beszélgetni. Üdvözlöm, Mihály! Köszönöm a meghívást! Nagyon-nagyon szívesen. Megjelent az Úristen házasodunk című könyve, amelyben egy nyilatkozatát olvastam, és azt mondta, hogy a férfinek három dologra van igazán szüksége. Szexre, szexre és szexre. Valóban ennyire egyszerű lenne a párkapcsolatok alapköve? Meleg étel, meleg ágy? Hát erről a férfiakat meg kell kérdezni, hogy valóban erre van-e szükségük. Szerintem egyébként alapvetően igen. Nyilván ez egy vicce könyvben, de minden viccben van valami igazságtartalom. Igen, azt gondolom, hogy a szexhatás, az intimitás az egy lakmuszpapírként viselkedik. Teljesen mindegy, hogy egy házasságról beszélünk, vagy egy tartós párkapcsolatról. Hogyha az intimitás elhalványul, eltűnik, és a helyét felveszi egyfajta ilyen közöny, akkor ott valószínűleg minden más területen is probléma lesz. Úgyhogy a könyv közepén valóban ez egy ilyen kicsit provokatív gondolatsor, pont azért, hogy elkezdjünk együtt gondolkodni. Amúgy az egész könyvnek ez a feladata, hogy kérdéseket tegyen föl. Én nem hiszek abban, hogy akármelyik pszichológus, vagy pap, vagy bármilyen lelkivezető, coach válaszokat kell, hogy adjon. Azt gondolom, hogy mi dolgunk az, hogy olyan kérdéseket adjunk, amire egyébként akik velünk gondolkodnak, a maguk válaszait képesek lesznek majd kifundálni. A házasság szent, vagy a szerelem szent? Használja egyébként a házasság intézménye kifejezést? Igen, negatív példaként. Ki a fene akar egy intézményben élni? Én tehát szerintem senki nem akar intézményben élni. Ha most azt a szót kimondom, hogy intézmény, szerintem a legtöbb embernek valamilyen ilyen timpanonra jut az eszébe ilyen nagy oszlopokkal, és akkor elkezd agyon nyomni minket. Az, aki a házasság intézményében hisz, ez valószínűleg egy ilyen illúzióban hisz. Alapvetően az izgalmas szerintem a házasságban az, hogy sokan akkor is házasságban élnek, amikor egyébként nem, papír szerint nem élnek házasságban, hiszen ez egyfajta életformát ír le. Ha most kicsit visszabördítjük az időnek a kerekét, mondjuk néhány ezer évvel ezelőttre, 3500 évvel ezelőttre, amikor a keresztény szentírást írták, akkor abban van egy nagyon jó kép. Ugye ott van a teremtett világ, ezt akkor az arámiban Ádámának írták le, és ennek a közepén ott van a teremtmény, hangsúlyozottan nem a férfi, hanem a teremtmény, az Ádám, és az ott keresgéli a helyét. És a forradalom a szövegben ott van, akinek volt már a teremtés könyve a kezében, az talán emlékszik arra, hogy Isten megteremtett valamit, és akkor Isten látta, hogy ez jó. Aztán én a következő teremtés, Isten látta, hogy ez jó. És mindig visszajön ez a mondat, hogy és Isten látta, hogy ez jó. Majd meg ott van az ember ennek a teremtett világnak a közepében, és a következő mondat hangzik el, nem jó az embernek egyedül lennie. Tehát, hogy eddig mindent látunk úgy jó, és egyszer csak ott az ember, és nem jó. Szóval mi történik itt valójában? Ugye azért a Szentírás tudjuk ma már úgy is értelmezni, mint az akkori ember befogadó képességének megfelelően leírt nagy felismeréseknek a gyűjteményét. De nézzük meg, fordítsuk le ezt a rejtjeles szöveget, hogy mit is mond. Azt mondja, hogy a statikus ember, amelyik egy statikus világban létezik, az valójában nem találja a célját. Ki kell mozdítani az embert ebből a statikusságból. Ugye az angolban a stillborn, azaz a statikusan megszülető ember, ez a gyermek halott. Tehát a halott gyerek azt mondja, stillborn. De valójában ez egy stillborn gyerek ebben a teremtett világban. És akkor a történet úgy folytatódik tovább,
Tudja, hogy van talán a történet? Nem, de érdekel. Akkor mindenki Éva jut eszébe, hogy aztán egyszer csak jön az oldalborda. De még nem az nem, jön. Még előtte az ég minden madarát és a föld minden vadját elévezeti az Úristen, az első embernek, aki ezeket elnevezi. Na fordítsuk le a mai fogyasztói társadalomra ezt a szöveget. Bármi a miénk lehet. Mindent meg tudunk venni. Mindenre ott a Mastercard. De valójában a birtoklás nem tesz minket boldoggá, nem mozdít ki minket ebből a stillborn állapotból. Mi nem, tehát hiába is birtoklunk, ha örömet is szerez, valójában ez egy ilyen drogszerűen működik, újra örömet kell szereznek meg újra, és valójában nincs ez a valódi boldogság érzésünk. És akkor egyszer csak álmod, bocsánat, még mindig nem jön Éva, álmot bocsájt az első ember az Úristen, ez ilyen népmesei fordulatnak tűnik. Ugye a Szabó legényke is, hogy elalszik a fa alatt, akkor jön a sárkány, vagy a tündér, vagy valami. De miért kell ez az alvás? Hát azért, mert az ő nézőpontjából ő nem tudja, hogy mi történik. Egy titok van való, számára egy titok van. Csak egyszer csak kinyitja a szemét, és akkor ott van előtte valaki, aki már csont az én csontomból, azaz belőlem egy darab. És akkor itt jönnek ezek a régi nagy beidegződések, hogy az ellentétek vonzák egymást, egy frászt, a hasonlók vonzák egymást, akik nem ugyanolyanok, mint mi, hanem hasonlók hozzánk. És akkor itt jön ez a nagy megfejtés, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat, aki hasonló hozzá. Minden szónak megvan a helye. Tehát valójában egy hozzánk illő segítő társat keresünk, aki hasonló hozzánk. Nem ugyanolyan, nem a pont az ellenkezője, de mégis a segítőtársam. És ugye itt a segítőtárs nem azt jelenti, hogy valaki, aki betekeri a villanykörtét, megszögeli a nem tudom mit, vagy megfőzi a kaját, meg helyettem fölneveli a gyerekeimet. A segítőtárs valójában az az ember, aki által önmagamra találok. Uh-huh. Mert hogy az első ember azt vette észre, hogy itt van valaki, aki úgy tükrözi őt vissza, hogy egy szerethető lény. És innentől kezdve ki vagyok mozdítva, az első ember ki van mozdítva ebből a statikus állapotból, keresnie kell azt, aki által önmagára rátalál, és fel kell ismerni azt, hogy a hozzámenő segítőtárs az az ember, akivel újra az embert ketten létre tudjuk hozni. Szükségünk van valakire, akiért hajlandóak vagyunk változni. Önmagunk fölött van hatalmunk, a másik ember fölött nincsen. Pontosan. Évtizedek óta... Bocsi, megfulladok. Nyugodtan. Évtizedek óta esket össze embereket, hogyan látja, most felkészültebbek az emberek a házasságra, vagy korábban voltak? Hiszen ma azt látom, hogy minden és mindenki azt sugallja, hogyha nem működik a házasság, akkor ki kell lépni. Erre folyamatosan megy a kommunikáció, ergo az embereket a válásra készítjük fel, de vajon a házasságra felkészítjük-e őket? Ugye alapvetően az életre való felkészülés, az egy jó kérdés, hogy hogyan tudok felkészülni az életre. Szerintem jó minták kellenek hozzá, hogy a gyerek az, amikor elkezd tanulni, mindannyian valamilyen módon gyerekek vagyunk, az mintákat követ. Azt nézi, hogy a felnőttek mit csinálnak. Mm-hmm. És hát ha megnézzük a mai társadalmat, mennyire felnőttek a felnőttek, mi magunk mennyire vagyunk felnőttek, mi jó mintái vagyunk a saját gyerekeinknek, akkor gyakorlatilag ugyanazt a kérdést tesszük fel, hogy vajon a mi mintáink megfelelnek ahhoz, hogy abból felkészülten tudjunk reagálni az élethelyzetekre. Ez nem csak a házasságra igaz, ez egyébként egy, nem tudom, egy áruházi vásárlásra is igaz, hogy amikor nekem lő ki valaki a kosarát, akkor hogyan reagálok rá. Hát nyilván a hozott mintákból reagálok. Alapvetően a válással kapcsolatban nekem az a nézőpontom, hogy olyan nincsen, hogy tisztességesebb volt már elválni. Egyébként is a magyar nyelv nem tud ilyet, hogy tisztességesebb. Tehát grammatikailag nyilván le tudunk ilyet írni, de valami tisztességesebb, akkor nyilván van, ami kevésbé tisztességes. Tehát akkor hogy is van ez? De valójában valami vagy tisztességes, vagy tisztességtelen. Mint hogy valaki vagy szűz, vagy nem szűz. Tehát ugye nincsen, hogy egy kicsit szűz, egy kicsit tisztességes. Tehát hogy ez egy hülyeség. Akkor, amikor a házasságra készülünk, akkor azt gondolom, hogy alapvetően egy új élethelyzetre készülünk, egy olyan életszövetségre készülünk, amiben úgy döntünk, hogy a másik embert egy szabad állapotba szeretnénk helyezni. És ez azért ilyen ellentmondásnak tűnik, mert ugye amikor megkötünk egy házasságot, akkor ez ugye kicsit paradoxon, hogy megkötünk valakit a szabadságba, tehát most valaki vagy szabad, vagy meg van kötve. Igen. De éppen ezért trükkös a kérdés, amit fölteszünk az esküvőn, az ígéret előtt,
Ugye a keresztény dogmatika szerint a házasság kötés pillanata, tehát a szentség kiszolgáltatása akkor jön létre, amikor a férfi azt mondja a nőnek, hogy én téged feleségül veszlek, a nő meg azt mondja, hogy hozzád feleségül megyek. Ez a pillanat az, amikor egymásnak kiszolgáltatják, hogy a katolicizmuson belül a házasság szentségét. De előtte fölteszünk egy kérdést, ez így szól, szabad elhatározásból jöttél le, hogy vele házasságot köss. És ez azért egy ilyen aljas kérdés, mert ez nem egy kérdés, hanem öt. Mi az, hogy szabadnak lenni? Mi az, hogy szabadságot adni a másiknak? Aztán elhatározás. Ugye ez a Zorán megénekelt, hogy a szerelemnek múlnia kell, marha igaza van benne. A szerelem olyan, mint egy ilyen hullámvasút, hogy van, nincs. Van egy ilyen szóképem erre, hogy a házasság egyébként is olyan, mint hogyha egy hullámvasúton ülnénk, és éppen építenénk magunk előtt a sineket. Tehát, hogy ez ilyen a szerelem is, hogy az úgy változékony. De az elhatározás, az meg nem feltétlenül változik, az én döntöm el saját magam felett. Tehát nem a szerelem az alapja házasságnak, hanem az elhatározás. Aztán itt van a vele. Mit látok a másik emberből? Ki ez a vele? A mintáinkból, ugye most ez a transzgenerációs hisztéria, ez most van, ugye elolvassuk az ezzel kapcsolatos könyveket, mindenki a maga módján elfogadja, vagy nem, vagy szűri, De az biztos, hogy igaz, hogy valamilyen minta alapján ítélem meg önmagamat és a világot magam körül, azaz velem szemben álló embert is. Ugye egy nő életében az első férfi az apukája, egy férfi életében az első nő az anyukája. Ami ennek őt látta gyerekként, ahhoz képes látja az összes többi nőt és az összes többi férfit. Tehát biztos, hogy van egyfajta szűrő mechanizmus, amivel a másik embert, aki ott áll előttem, látom. Oké, de én ki vagyok? Magamról mit látok? Nem feltétlenül értek mindenben egyet a Csernussal, de az Én és Ő című könyvét alaposan oda-vissza többször elolvastam. Azzal a mondatával egyet értek, hogy felnőtt kapcsolatokba kell menni, és felnőtt kapcsolatokban kell élni. Mert ha én nem vagyok felnőtt a kapcsolatok, hogy a bánatba várom el a másikt, hogy felnőtt módon tudjon rám reagálni, és ez azt gondolom, hogy font, ez a vele, ez erről szól. Látom a másikat felnőtt módon, és hát az is egy nagy kérdés, és ez egy óriási vállalás egyébként a házasság kötéskor, hogy azért ez a vele nem egy ilyen statikus dolog. Az én személyiségem is változik, az övé is változik, hát ha sejtjeink 7 évente lecserélődnek, akkor a személyiségünk mitől ne változna? Persze. Tehát nem csak a mai velére mondok igent, hanem arra a velére, aki majd akkor lesz, hogyha megszületett az első gyerekünk, aki majd akkor lesz, amikor majd túl vagyunk egy csomó közös válságon. Ja, és hát azért nálam ülnek olyanok, akik eltemetik éppen 30-40-50 év házasság után a másik felüket. Ők is valahogy viszonyulnak ehhez a veléhez. Ki volt az a vele, akivel leéltem az életemet? És akkor még mindig nem vagyunk az ötödik kérdésnél, még ott jön a házasság fogalma. Ugye ez azért egy ilyen trükkös dolog, mert még az alaptörvény is leírja a házasságot valahogyan. Jó, mondjuk ez az apa-fiú, anya-lány, az annyiban sikamlós téma, hogy aki írta, az egyébként egy meleg bárból egy ERESZ csatornán menekült később el. Tehát, hogy kérdés, hogy egyébként neki mit jelentett a házasság fogalma, amikor leírta, ha egyébként ez volt a viszonya. De összességében a házasság annyira triviálisnak tűnik, hogy házasságban élünk, hogy például a Szentírás nem definiálja a házasságot. Nem írja le, hogy az hogy néz ki, nem írja, hogy hogyan kell házasságot kötni, hanem azt gondoljuk, hogy az úgy egyértelmű. És akkor még jön az utolsó, a kötni, gúzsba kötni, láncra verni, ugye ez az egyik lehetőség, a másik meg a szövetséget kötni. A szövetség kötése az egy elképesztően nagy felelősségű dolog, mert hogy valójában az emberek fejében a szerződés és a szövetség között nem nagyon van különbség. Ugye a szerződés az azt jelenti, hogy ha te így, akkor én úgy, meg a jogokat és a kötelezettségeket gyorsan lerakjuk egy papírra, és mikor szoktuk elővenni a szerződést? Amikor gáz van. Pontosan. A szövetség viszont nem erről szól. Az arról szól, hogy nincs ha te. Ott arról van szó, hogy én minden körülmények között téged valamilyen módon föl foglak emelni, mert arra az a szövetség lényege. És tökéletlen emberek nem tudnak tökéletes házasságot kötni, nyilván, de tudom, hogy nem leszünk tökéletesek. Együtt leszünk tökéletlenek. Arra kötöm a szövetséget, hogy ha törik, ha szakad, ebben a szuper tökéletlen, diszfunkcionális, rosszul működő, néha szexet nélkülöző, néha boldogságot nélkülöző kapcsolatban, akkor is emelni foglak, mert így döntöttem, erről szól a házasság. Válókkal együtt. Igen, válókkal együtt nősünk, ez egy régi mondás, nagymamám is mindig elmondta, de hogy szerintem nincs válók. Tehát ez egy olyan kifejezés, ami valójában a fába vaskodik, válók nincs. Ok van arra, hogy boldogtalan vagyok. Ok van arra, hogy egészségtelen vagyok. Ok van arra, hogy
valami nem működik. De arra ok nincsen, hogy a saját ígéretemet megszegjem. Mert az ígéretet önmagamnak is teszem, nem csak a másik embernek. Tehát, hogy valójában szerintem a válással itt ma a mai magyar valóságban az a probléma, hogy egyfajta ilyen életképes alternatívának mutatjuk föl a válást, azzal szemben, hogy megjavítjuk a házasságunkat. Igen. Nem, én nem hiszem, hogy ez egy életképes alternatíva. Az arról szól, hogy bedobtam a törülközőt kinek? Saját magamnak. Így van. Ja, bocs, mégsem vagyok képes arra, hogy saját magam fölött uralkodni tudjak. 2021-ben és 22-ben ugye rekordszámú házasság köttetett, és nemrég olvastam egy nyilatkozatát, mely szerint 2024 az pedig a válások éve lesz, és rekordszámú válást figyelhetünk meg majd a barátaink, ismerőseink körében. Minek köszönhető ez? Hogyan lehet ezt megakadályozni? Nyilván aki már eldöntötte, ott már azért megakadályozni nem nagyon lehet. Valamint még egy nagyon fontos dolog eszembe jutott. Együttélés vagy házasság? Ugye itt az elköteleződés is egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet, hiszen lelkileg egy együttélésből való ugyanolyan fájdalmas lehet, mint a házasságba való kilépés. Válaszoljuk a második kérdésre először. Azt gondolom, hogy az együttélés, az, ami ma van együttélés, az szerintem ezek ilyen házasságok valójában. Tehát, hogyha megnézzük, ahogy élünk együtt, most független attól, hogy kimondtunk egymásnak egy ígéretet, vagy nem, valójában a mindennapi életünk azért csak olyan, mint egy házasság. Számítunk egymásra, együtt döntünk egy csomó mindenben, gyerekeink születnek, egy háztartásban élünk. Valójában az a rituálé hiányzik már csak, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy én a te férjed vagyok, te meg az én feleségem, és fordítva. Tehát, hogy hiányzik belőle tényleg a kimondása, vagy a valóságba lehozása valaminek, ami egyébként transzcendens módon már ott van. De azt gondolom, hogy az, aki 30 évesen 4, 5, 6, 7, 8 év együtt él valakivel, az valójában egyfajta házasságban él benne. A válásokra egyébként én azért mondom, hogy most fog jönni a rekord számú válás, mert hogy nagyon egyszer meg kell nézni a KSH-nak az adatsorát, és mondjuk nem egy-két évet, hanem évtizedeket érdemes visszatekerni. Én a 70-es évektől feltettem egy görbére, hogy hány házasságkötés volt, és hány válás volt, és ugye az egyik görbe az ügyesen mutatja a másik görbének, mintha egy ilyen visszhangja lenne, csak el van tolva a kettő egymáshoz képest. Több hatás is nyilván itt érvényesül. Az egyik az az, hogy míg a 20 évvel ezelőtt mondjuk, ahonnan én látom már a valós, tehát a saját tapasztalataimból a világot, ott azért a 20-as éveik elején járó emberek házasodtak jellemzően. Ma inkább a 30-as éveik elején járó emberek házasodnak, tehát ez eltolja még jobban ezt a görbét, egy kicsit így el is laposítja. A másik, hogy a házasságoknak az átlagos élettartama, van egy ilyen kifejezés a KSH-nál erre, hogy hány év után válnak el az emberek, ez egy kicsit ilyen csalóka adat. Van erre egy ilyen vicc egyébként, hogy négy statisztikus egy céltáblára lő, és akkor az egyik az fölélő, a másik alálő, a harmadik kicsit jobbra, a negyedik kicsit balra, és akkor négyen együtt felkiáltanak, hogy eltaláltuk. Tehát, hogy kicsit ilyesmi ez a statisztika, hogy 13 és fél év az a házasságok átlagos élettartama. Most az én tapasztalatom az, ami nyilván nem reprezentatív, tehát, hogy nem vitatkoznék a KSH-val feltétlenül, de a saját tapasztalatom ennek picit ellentmond. Másfél év az egyik ilyen komolyabb válság, ahol szét szoktak esni a házasságok, és 18 körül van a másik. Nyilván tök logikus, a 18-nál fölneveltük a gyereket, ki a bánat ez itt mellettem. Nincs közös küldetésünk, mit fog itt egymással kezdeni. És nagyon jól lehet látni, hogy az életkornál, ha megnézzük, hogy kik válnak, kőkeményen az 50-es korosztályra volt igaz az elmúlt években a válási statisztika csúcsán ők szerepeltek, mert tényleg fölnevelték a gyerekeket, elfogytak a kihívások, nem tudom ki ez az ember mellettem, mert nem együtt fejlődtünk együtt egy irányba, hanem elfejlődtünk kicsit egymástól, és akkor nem kezdünk el egymással megint ismerkedni, hanem tisztességesebb, ugye így van, tisztességesebb, mert egy frászt. Kellene most újra kezdeni valamit. A másik pedig, ugye a másfél évnél van valahol a gyerekvállalási küszöb, és ott, ahol megjön a gyerek, ott elkezd hirtelen megváltozni a nőnek a testével, önmagával való viszonya. Arra nem is beszélve, hogy nyilván a szexot egy időre kikapcsol, mert hogy egy szoptató nő azért a legkevésbé kívánja a szexet, és egyszerű biológiai tény,
hogy a nő fürdik az oxitocinban, amikor a gyereke illatát megérzi, a férfi szegényként meg akkor kap oxitocint, amikor orgazmusa van, tehát ott van egy komoly hiánytünet is a férfi életében. Hogy ezt hogy oldják föl? Hát ehhez kell fölkészülni előre. Ugye, ha tudom, hogy pofára fogok esni, akkor te leülök. Tehát itt van elvileg egy felnőtt viszonyom önmagamhoz és a párkapcsolatomhoz, ha van. Ha nincs, akkor meg beleálltam a földbe, és nem értem, hogy mi van. De alapvetően ez az egyik oka másfél évnél, a másik, amikor nem jön a gyerek. És akkor abból van egy ilyen nagyon komoly pszichés nyomás, kinek a hibája, már minden vizsgálaton túl vannak, és még már megállapítottak minden, az orvos is ugye olyan, hogy inkább vág, mint hogy elküldi a terapeutához, hogy a pszichét, a lelkét gondozza. Ott meg a másik ilyen válság alakul ki. Szóval én azt gondolom, hogy itt van valahol az igazság, hogy a másfél évnél széteső házasságok, meg a 18-nál széteső házasságok átlaga valahol a 13 és felett kihozhatja. És ebből kiindulva én azt mondom, hogy mivel a csok és a különböző adókedvezmények miatt teljesen jól látszik. Egyébként sok szempontból a kormánynak ebben sikere van, hiszen látjuk, hogy megugrott házasságkötések száma ezek hatására, hiszen ezek házaspárok számára elérhető kedvezmények, illetve kedvező hitelfelvételi lehetőségek, meg támogatások. Ezáltal megugrik a görbe felfelé, hanem 70 ezer házasságkötés volt 22-ben, 21-ben. Ennek törvényszerűen valahol kell legyen egy ilyen visszhangja a válások számában, és hogyha igaz a másfél év, ahogy én becsülöm, akkor ez most fog jönni. Ez a bizonyos első ilyen normatív válság küszöb. De egyébként felkészülni arra, hogy ne váljunk el, arra nagyon egyszerű, önmagunkra kell felkészülni, meg a párkapcsolatunkra kell felkészülni, és felnőtt módon kell bemenni a párkapcsolatba. Mennyire, ugye az imént említette pont a csokot és a babaváró hitelt, mennyire válik erőltetetté egy olyan házasság, ahol megszületik az, hogy a csok miatt vállalunk még egy gyermeket, vagy a babaváró hitel miatt fogunk szülni. Mennyire veszít a tisztaságából, abból a vegytiszta érzelemből az a kapcsolat, ahol felüti a fejét ez a fajta gondolat, elhatározás és tett? Szerintem nem ez deformálja el a házasságokat, hogy egyébként most azért írtuk alá a papírt, mert egyébként így egy kedvező hitelt is felvehetünk. Alapvetően mindig is volt társadalmi elvárás, mindig is volt az, hogy megkérdezte a nagymama is, drágám, te mikor fogsz végre gyereket szülni, és mikor lesznek, nem tudom, még unokáim. Tehát, hogy ez mindig volt egy ilyen fajta társadalmi elvárás. A kultúránknak is a része, hogy igen, ez van ez, hogy most akkor férhez kéne menni, meg most akkor meg kéne nősülni. De hogy alapvetően azt gondolom, az emberekben is van egy ilyen, de minden nyugban van egy ilyen igény, hogy ki lesz az az ember, aki az én hozzám illő segítő társ lesz. Ki lesz az az ember, aki az én el tudom hagyni az én komfortzónámat, és akarok tudni majd változni hozzá, és fejlődni hozzá. Ez a fajta igény, ez mindig egy külső nyomáshoz hasonló módon jelent meg. A Szentírásban is ott van a levelekben, a tökéletes szeretetben megszűnik a félelem. Ugye a tökéletes szeretetre meg kaptunk egy receptet, Pál apostol Korintusok között első levelében ott van gimis tananyag, a szeretet himnusza, és akkor ezt, ha akarom, ilyen mild üzenetnek is olvashatom, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, ó igen, ilyen kis cuki-muki, de elolvasom a végéig ezt a verset, és ott van, hogy a szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, akkor azért úgy rájövök, hogy ez valójában egy kőkemény meló. Tehát ki az, aki mindent eltűr? Ki az, aki mindent elhisz? Ki az, aki mindent elvisel? Egy van. Hát ez a szeretet egy igazi hülye, hogy egyébként tök őszintén oda tesszük a végre. Oké, de ez a lényege. Tehát a tökéletes szeretet, amiben a félelem megszűnik, amiben az egzisztenciális válságunk fel tud oldódni, hogyha hajlandó vagyok önmagamat oda változtatni, hogy képes legyek erre a fajta szeretetre. És ez egy kőkemény meló lesz. És hogyha eldöntöm, hogy én valakit kiválasztottam a 4 milliárd emberből, akiből választhatok, felteszem, hogy mindenki a másik nemet választja önmagához képest, akkor van valaki, én ezt az elhatározást meghozom, és van egy programja az életemnek. Végre van valami, amiért van értelme küzdeni. Mert egyébként a halálért, ami a végpontja az életnek, nincs értelme küzdeni. De azért, hogy ezt a fajta szeretett közösséget ne csak létrehozzam, meg könnyű szerelembe esni, hanem fenn is tartsam, az egy jó életprogram. Ott van valami, ami
azt mondja, hogy van értelme a létezésemnek. Az imént azt mondta, hogy a feltehetően a másik nemet választjuk. Ugye azért látjuk azt, hogy Magyarországon is egyre többen vállalják fel azt, hogy azonos nemű kapcsolatban élnek, gyermekeket nevelnek, és ugye egyre nagyobb a törekvés arra, hogy azok a családok, ahol azonos nemű párok alkotnak párokat, ők boldogan és biztonságosan tudjanak élni. A szeretet különbséget tesz-e? A vallás, az egyház különbséget tesz-e szeretet és szeretet között? Ez a szeretet, ez egy ilyen hangalak, amiben egyébként sok-sok-sok-sok jelentésben sűríthető. Ilyen mondom, azt gondolom, hogy a szeretet és szeretet között van különbség. Én a feltétel nélküli szeretetre azt gondolom, ez az a szeretet, amivel a teremtő fordul a teremtett világ és a benne élő teremtmény felé, ez a hálának a szeretete. Ugye erre van egy görög szavunk, az agapé, ami szerepel a Szentírásban is, ez az agapé valószínűleg, vagy ahogy én gondolom, ez nem tesz különbséget ember és ember között. Mert hogy a feltétel nélkülisége miatt nem tud ilyet. Szeretlek, mert szeretlek, pont. Én feltétel nélkül tudok abban hinni, hogy ez nem től független. A filia biztos, hogy nem től független egyébként. Hogy az erosz és a szexus hogyan lesz nem től független, hogy ugye a nemi identitás és a nemi irányultság bonyolult mátrixába éppen milyen betűjellel mit jelölünk, nem tudom, hogy én erre tudom-e a választ. De azt gondolom, hogy az agapé Isten szeretete a teremtménnyel szemben az feltétel nélküli, és nem álmódomban nem ezt tekinteni az egyenértékű gázlóméjségnek. És ha velünk lenne Krisztus, és itt ülne közöttünk, és feltennénk neki azt a kérdést, hogy ugyan mondnám meg, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel, biztos vagyok benne, hogy az agapéból jönne a válasza. Úgyhogy mi emberek az elmúlt pár ezer évben mindenféle belső etika mentén hoztunk döntéseket. Ezek összességéből felépítettük az erkölcsnek a kiváló árát, ami azért időnként összeomlik, és mindig aktuálisan gondolunk valamit arról, hogy mi az, ami oké, és mi az, ami nem oké. De az agapéból nézve az ember az ember, és kell törekednünk az agapéra mindannyiunknak. Beszéltünk a házasságnak arról a szegmenséről, hogy meddig tart, másfél év, 18 év, de vajon a boldogság meddig tart, hiszen ugye a boldog házasság lenne itt a fő téma, és én azt gondolom, hogy mindenkinek ez lenne a fő célja, hogy ne csak kapcsolatban és házasságban, hanem boldog kapcsolatban és házasságban ilyen. Ma, amikor szegénység van, hitel van, politikai megosztottság van, és meg annyi zűrzavar van az életben és a világunkban, hogyan lehet egyáltalán egymásra fókuszálni, a boldogságra fókuszálni, vagy egyáltalán keresztény életet élni a közben, miközben felhívom a könyvelőt esetleg, hogy egy kicsit, nem tudom én, toljunk már az adón, mert hogy túl sok lett. Hú, azért ez most legalább egy ilyen, nem tudom, 15 kérdés hirtelen egyszerre. Na, szóval kicsit menjünk akkor a dolgoknak a fundamentumához, a boldogság fogalmához. Mit jelent boldognak lenni? Definiálja nekem, hogy ön mitől boldog? Mikor boldog? Én nem tudom, én akkor is boldog vagyok, ha felébredek, mert tudom, hogy nagyon sok embernek ez nem jött össze ezen az éjszakán, vagy ezen a reggelen. Nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek mást jelent a boldogság. Nekem már reggel ez egy sikerélmény és egy jó dolog. Oké, okay. Nyilván mindenkinek a boldogság fogalma az ő fejében egy valamilyen illúzió, vagy valamilyen kép. Azért, ha nem feltétlenül a boldogságmondásokból jövök, ami azért a Szentírásban hossz elejére, hogy kik a boldogok, hanem egy picit a mai társadalmat vizsgálom, akkor azt gondolom, hogy a boldogságot azt mi hozzuk létre. Így van. Tehát egy általunk hozott döntés eredménye a boldogság. Tehát szerintem boldognak lenni az nem egy ilyen idillikus állapot, amiben majd egyszer eljutok, hanem az egy feladat, amit el lehet kezdeni, elvégezni. Ugye a házasságra vetítve a boldogságot, tehát azért mi nem mondjuk azt, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Ez azért van a népmességben benne, mert csak a népmességben létezik. Hát ki az a, melyik, tehát a házasság semmitől nem boldog. Lássuk be, a legtöbb konfliktus a világon, most nyilván amit politikától független, meg a aktuális háborúktól független, az a házasságon belül van. A legtöbb boldogtalanságot amúgy házasságban lehet megélni. Oké, de a legtöbb békekötést is a házasságban lehet megélni. A legtöbb fejlődést is a házasságon belül lehet megélni, hiszen a legtöbb konfliktus is a házasságokon belül jön létre. Tehát azt gondolom, hogy a boldogságra való törekvés az
úgy, hogy én akarok boldog lenni, az úgy valószínűleg nem fog összejönni. De ha, ugye ezért is van az a kérdés, hogy megtalálom-e azt az embert, aki a hozzám illőség, hozzám hasonló segítőtárs. Szoktam kérdezni párokat, szerinted megtaláltad azt az embert, aki a hozzád illő segítőtárs? És akkor nyilván cuki mosolyognak, hogy igen, hisztek benne? Igen. Oké, tudjátok is? Ugye mi a különbség a kettő között? Hát a hithez nem kell bizonyíték. Elhiszem. Hiszek benne. Ezért semmilyen bizonyítékra nincs szükségem. Tudni lehet, hogy a megfelelő segítőtárs van velem. És ez egy, azt gondolom, hogy a tudomány az vagy egy kísérletet hajt végre, újra és újra és újra, és ugyanaz az eredménye, akkor belátom, hogy akkor ez az állítás igaz, vagy pedig logikailag minden más lehetőséget kizártam, tehát ez az állítás igaz. Én azt mondom, hogy tudni is lehet, hogy a hozzám illő segítőtárs van velem. Nagyon egyszerű a megfejtésre. Ha azt keresem, hogy majd valaki a hozzám illő segítőtárs lesz, akivel majd boldogan élhetek, akkor lepróbálhatok 4 milliárd embert, aztán brute force-szal vagy összejön, vagy nem. Ez kicsit ez a Tinder technika. Jobbra húzom, vagy balra húzom. Aztán, na majd kiderül. Meg fogok öregedni, és valószínűleg sose lesz meg a megfelelő segítőtárs. De hogyha úgy döntök, hogy ez az ember, akit valahogy a kiválasztó szeretet ide rakott elém, ugye aludtam, csak fölébredtem, és ott volt, ennek az embernek én akarok a hozzáélő segítőtársa lenni. Én akarom őt magam fölé emelni. És a másik ember is pont ugyanígy gondolkodik, hogy szimpla logikai következtetés, ez a két ember minden konfliktus és minden nehézség ellenére egymás tökéletes segítőtársai lesznek, és nagyon sok boldog pillanat lesz az életükben. A hullámvasúton, a megfelelő percben. Egyébként nagyon sok párnál látom azt, hogy amikor a legnagyobb konfliktusaik vannak, egyébként akkor is boldogok. És amikor a legnagyobb béke van, akkor nem boldogok. Tehát, hogy a boldogság meg a konfliktusmentesség az nem ugyanaz. Mint ahogy egyébként háborúkban is tudnak az emberek együtt boldog pillanatokat megélni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen mítosz, hogy a konfliktusmentes házasság az a boldog házasság, és azt gondolom, hogy a ma a világban több jó feleség és jó férj van, mint boldog feleség, mint boldog férj. De hát ez egy meló, ezen dolgozni kell. Tehát akkor megelőzhető, hogy 2024 a válások éve legyen? Szerintem ez egy elhajított kő. Szóval az elhajított követ, ezt nem tudom, hogy meg lehet így állítani. Jobban kellene akarnunk nem a házasságot lecserélni, nem a párunkat lecserélni, hanem a házassághoz való viszonyunkat lecserélni. Akkor jobban sikerülne. Az imént a beszélgetésünk elején a mintakövetésről beszélt, hogy mennyire fontos ugye az, hogy milyen mintákat követünk. Na most, ha 2024 a válások éve, ezt nyilván megelőzi konfliktus, megelőzi meg annyi dolog, aminek a gyermek szem is fültanúja, akkor ő milyen mintát fog követni, milyen társadalom vár ránk egy 10-15 vagy akár 5 év múlva, amikor a gyermekek ezeket a mintákat majd követve azt látják, hogy ha nem működött, ki kell lépni. Hát nyilván ez egy nagyon sötét kép, amit most felrajzolhatunk. Alapvetően azt gondolom, hogy ez a sok mozaik család, szivárvány család, ilyen család, olyan család, amikor itt ugye megy a vita, hogy mi a család. Én azt gondolom, hogy az én definícióm szerint én csak az agapéból tudok elindulni. Számomra a család az, ahol feltétel nélkül szeretve vagyunk. Tehát nekem ez a család. De mondom, azt gondolom, hogy ez évezredek óta ez egy axióma, egy dogma, hogyha már kereszténységről beszélünk. Nem tűnik úgy, hogy ma a társadalmi vita abba az irányba lökné a társadalmat, ami ezt az agapét erősíti. Sokkal inkább tűnik úgy nekem, hogy az individualizmus irányába löki a társadalom magát. Az individualizmus viszont nem működik, szerintem. Az individualizmusnak az lesz az eredménye, hogy nagyon sok az egyéni érdekeit kereső, kutató ember fog megpróbálni valamilyen módon együtt élni, és nyilván amíg nem keresik a másiknak az érdekét, addig nem lesz semmiféle harmónia közöttük. Azok az emberek, akikre gyerekeket bízunk rá, ha ez az apukája, ha a nevelőszülője, ha a nem tudom, gyerekotthonnak a pedagógusa, azt a felelősséget kapja, hogy ez a gyerek általa ismeri meg a világot, és a gyerek számára az a valóság, amit ez az őt nevelő ember valóságnak mutat meg neki. Hogyha ez egy
torz világ, amit ő megmutat, akkor a gyerek számára az a világ lesz a világ. Tehát ugye az a nehéz az ilyen helyzetekben, hogy a gyerek nem tudja, hogy mi a valóság, legalábbis a számára a norma az, amit ő megtanul abban a közegben, amiben ő gyerek. 3-4-5 éves korunkban kezdjük el felfogni úgy a világot, hogy abban a helyünket elkezdjük megtapasztalni, és ezek a minket nevelő emberek, mondom, hol éppen kicsoda, mutatják meg nekünk azt, hogy mi a valóság. Tehát ez a felelősség óriási. Hogy ezt lehet a külső erővel befolyásolni, hát nyilván egy családban egyetlen dolgot lehet tenni, olyan társadalmat kell építeni, amiben több ideje van az embereknek egymásra. Hogyha állandóan futunk a újratermelési versenyben azután, hogy képesek legyünk fenntartani magunkat, és ez a munka és család egyensúly totálisan felborul, akkor biztos, hogy hosszú távon, de már rövid távon olyan családokat fogunk látni, ahol mindenki halálosan stresszes, és azzal, hogy a gyerek egyébként milyen valóságot lát maga körül, az nem fognak tudni foglalkozni. Tehát, hogyha én közéleti politikai szemmel nézem ezt, akkor olyan gazdasági, társadalmi környezetet kell teremteni, amiben mindenki képes a munkája mellett az életével, a családjával is megfelelő mennyiséget foglalkozni. Nyilván ehhez olyan strukturális változásokat kell adott esetben a gazdaságpolitikában, vagy a vállalkozások támogatásában létrehozni, amitől ez lehetséges. Ha az elárvult gyerekeket nézem, akik ugye nem családban nőnek fel, hanem ilyen nevelőintézetekben, ott pedig azt gondolom, hogy egy nagyon szigorú képzési rendszernek kéne lennie, ami azokat a pedagógusokat, akikre ezeket a gyerekeket az állam, mint nevelő, mint a nagy nevelő szülő rábízza, monitorozza, hogy egyébként ezek a gyerekek olyan közegben nőnek-e fel, amiben egyébként majd szeretnénk, hogy azokat a mintákat megszerezzék, amiket majd felnőttként egyébként a teljes társadalom nézve alkalmazni fognak. Tehát itt nem tudom, hogy 10, 20, 30, 40, 50 éves távlatban gondolkodunk-e, de biztos, hogy lényegesen nagyobb időegységekben, mint mondjuk egyetlen egy politikai ciklus, egyetlen egy kormánynak. Tehát itt alapvetően 10 éveken keresztül kell gondolkodni. Ahogy van dolgunk abban, és van felelősség a mindenkori döntéshozóknak, akiket mi választunk meg, hogy nekünk döntéseket hozzanak, és formálják a világot körülöttünk, hogy a családoknak mennyi ideje van egymásra, ugyanígy évtizedes távlatban van dolgunk azzal, hogy azok a gyerekek, akikről mi együtt gondoskodunk, azokkal mi van, és hogy azok, akik gondoskodnak róluk, vajon megfelelő módon vannak-e erre kiképezve. Köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. A következő adásig pedig senki ne felejtse el, hogy mindig van tovább.